Mando Diao Dance With Somebody-t választottam. Azért választottam ezt a számot, mert 3-4 éve ez a szám volt a legnagyobb sláger így a baráti társaságban, meg így mindenhol, ahol jártunk. És amikor jött ez a lehetőség, hogy szimfonikus zenekarra lehet egy számot feldolgozni, átdolgozni, illetve így eljátszani, akkor eszembe jutott ez a szám, hogy ebben is vannak ilyen szimfonikus megoldások, meg hangszerelésben megjelennek benne vonósok, és úgy gondoltam, hogy ez passzolni fog majd ehhez ez a rendezvényhez, meg ez a lehetőséghez. Ez a szám arról szól, hogy amikor nincs semmi olyan dolog, ami felpezsdíteni az ember mindennapjait, akkor ott van a zene. Nekem ez a dal inkább arról szól, hogy milyen zenélni, vagy milyen a közönséggel együtt lenni, mikor koncert van. És igazából én inkább ezt a vonalát fogom meg. Egyébként meg hát nyilván a hangom miatt lesz más. Szimfonikusok is lesz a fülmonitorra. Még soha életemben nem léptem fel szimfonikus zenekarral, éppen ezért egy picit félek is tőle, de inkább ilyen izgalommal várom ezt a dolgot. Pont egy olyan számot fogunk előadni, amit én már otthon gitározgattam korábban, meg hasonló karakterű számokat játszottunk eddig is. Eddig mindig akik a színpadon állt, az barátaim voltak, ismertem őket évek óta, és most egy olyan zenekarral fogok állni a színpadon, akiknek a 80%-ával életemben nem találkoztam, nem zenéltünk együtt, többé-kevésbé valószínűleg azt sem tudják, hogy én ki vagyok, és éppen ezért sokkal nagyobb energiára lesz szükség ahhoz, hogy az egész így egyben megszólalja, meg az egész így egyben átjöjjön majd a közönségnek.